Most nagyszerű dolog, hogy az európai IFES része a MEGDES. Ha pedig magára az európai régióra gondolok, akkor szerintem nagy előrelépést jelent az, amikor összehoztuk a nyugat-európai és a közép-európai régiót, mivel így végre több kapcsolat épülhetett ki közöttük. Azt gondolom, hogy a network alapelv, ami szerint az emberek találkoznak, kapcsolatok jönnek létre, tanulnak egymástól és együtt dolgoznak, igazán bevált itt nálunk Európában. Nagyon-nagyon sok emlékem van a magyar diák mozgalommal kapcsolatban. Sokszor jártam Magyarországon, barátokat látogattam, konferenciákon vettem részt, emberekkel találkoztam. Az egyik legkiemelkedőbb emlékem a győri IFES evangelizációs konferencia, amin több mint másfél évig dolgoztam együtt Krisztinával. Egy másik szép élményem, hogy én áthattam meg Krisztina és Johannes házasságát. Az elmúlt egy-két évben pedig két diák, Attila és Erzsébet voltak rám nagy hatással. Megindította az vágyuk, hogy kidolgozzanak egy evangéliumi biblia tanulmányozó programot a MEGDES-ben, és izgalmas képzéseket tartottak arról, hogy hogyan is lehet meghívni másokat egy Jézust megismerő utazásra. Ami pedig a MEGDES jövőjét illeti, a központi üzenetének Jézusnak, mint személynek kell lennie, az evangéliumi Jézusnak. Szeretném, ha lennének olyan magyar diákok minden egyetemen, akik Jézus nevében gyűlnek össze, az ő jó hírét közvetítik a többi diák felé, hogy ők is felismerhessék, milyen lenyűgöző Jézus személye, és hogy ő ad nekünk örök életet. And that he is really the one who gives us eternal life. Az 1980-as években Bécsben éltem. Egyszer egy hónapra átutaztam az akkor még kommunista Magyarországra, ahol néhány diákot és munkatársat látogattam meg. Volt egy missziónk a lelkészek felé is. Bécs felől mentem autóval, át a Moson-Magyaróvári határon, amit elég nehéz kimondani egy amerikainak, és pont a határon egy nagy szovjet katonai bázis volt. Ennek ellenére abban a városban volt egy csapat diák, akik rendszeresen tanulmányozták a Bibliát. Segítettem őket ebben, vezettem őket a tanulmányozásban, és vezetőket is képeztem. De ezt mind titokban kellett csinálnunk. A csoport egy titkos helyen találkozgatott, és azt hiszem, ez volt az első olyan csoport Magyarországon, ahol diák vezette a Biblia tanulmányozást. Budapestre mentem, majd Debrecen környékére az ottani lelkészekhez. Budapesten találkoztam azzal a csodálatos fiatal hölggyel, aki később a mozgalom titkára lett, Bernhard Dórával. Ő hívott meg engem arra a találkozóra, ahol a MEGDES alapszabályát fogalmazták meg. Emlékszem, ahogyan ültem ott, és nem értettem, hogy miről beszélgetnek. Gondosan, óvatosan írták az alapszabály minden egyes sorát. Mivel még kommunista idők jártak, egyszerre kellett óvatosnak és merésznek lenniük, hiszen egy kommunista országban szerveztek keresztény missziót az egyetemisták felé. Ezt azelőtt senki sem próbálta meg. Nagy kiváltság volt számomra, hogy ott lehettem. Vitáztak, imádkoztak, beszélgettek, hogy előállhassanak ezzel az első alapszabállyal, ami a MEGDES tevékenységének alapja lett. Láthattam őket, és valamennyire részese lehettem ennek az első megbeszélésnek. Láthattam azt a bátorságot, ami Dórában és a többi alapítótagban volt, azt a bátorságot, hitet és merészséget, ami lehetővé tette, hogy egy kommunista országban elindulhasson egy keresztény diák mozgalom. Nagyon örültem, hogy ennek részese lehettem. Most pedig hadd meséljem el egy érdekes élményemet. Minden hónapban átmentem autóval a vasfüggönyön, és a határon voltak kutyák, gépfegyveres őrök, szöges drót és egy marcona őr, aki lepecsételte az útlevelemet. És akkoriban, kérdezzétek csak meg a szüleiteket, olyan jelmondat volt a hirdetőtáblákon,
mint a kommunizmusért küzdünk minden nap, vagy a kommunizmus a szívünk vágya, a kommunista párt a legnagyobb örömünk. Ezekhez hasonló táblákat lehetett látni országszerte. Ahogy átmentünk a határon, egy olyan táblát láthattunk, hogy a szocializmusért harcolunk naponta, és ahogy a 80-as végén havonta mentem át a határon, láttam, ahogy változnak a dolgok. Minden hónapban változott valami. Egyszer csak már nem voltak kutyák. A következő hónapban nem láttam gépfegyvereket. A rákövetkező hónapban eltűnt a szöges drót. Aztán a következő hónapban morcos katona helyett ott állt egy egyetemista, aki pecsételés közben azt mondta, Sándor vagyok, üdvözlöm Magyarországon. Ez nagy változás volt a katonaság részéről. Aztán a legnagyobb az volt, hogy egyszer csak megyek át a határon, és az a tábla, ami régen az állt, hogy naponta harcolunk a kommunizmusért, most bowlingozni hívott a budapesti Hiltonba. Szóval a dolgok tényleg változtak. Lehet, hogy nem a legjobb irányba, de mindenképp észlelhető volt a változás, kultúrában is. Az emberek szabadabbak lettek, több gazdasági lehetőség nyílt, és nem volt több jelmondat arról, hogy milyen nagyszerű a kommunista párt. Ezek hát az emlékeim Magyarországról a 80-as évekből, amikor az egész társadalom változás alatt állt. Nagy kiváltság volt ott lenni, amikor a Megdez elkezdődött. Az elmúlt évek során is figyelemmel kísértük a magyarországi mozgalmat, és kiváltságosnak érzem magam, hogy hivatalosan is felelős lehetek az IFS részéről a Megdezben történő eseményekért. Hát sok jó történet van, amire emlékszem, és sok mindent tudnék mondani, de ezekből most csak egyet említenék, és pedig Jonathan Lamb. A 80-as években kezdte munkáját, és először egy évre szóló regionális munkatárs volt, aki a kelet-európai IFS által létrejött szolgálatokért volt felelős. Szóval egyszer a találkozót Budapestre szervezte, így egyik kollégámmal elmentünk erre a találkozóra. Megtaláltuk a címet, a belvárosban volt. Felmentünk a lépcsőn, kopogtattunk az ajtón, és egy fiatal lány nyitotta ki. Köszöntünk, aztán beléptünk a lakásba, letettük a csomagjainkat az előszobába, és mivel hangokat hallottunk tovább a lakásból, azokat követve beléptünk egy nagy nappaliba, ahol néhány ember ült egy asztal körül. Kicsi zavartnak tűntek, de mivel ekkor még nem ismertünk mindenkit az IFS-ből, azt gondoltuk bizonyára új arcok. Az egész akkor kezdett titokzatossá válni, amikor megláttuk, hogy az asztalon néhány üveg bor van. Beledelt egy kis időbe, amíg rájöttünk, hogy ez nem is az a ház. Eléggé össze voltunk zavarodva mindannyian, de azóta is sokat nevettünk ezen a történeten. Végül segítettek oda találni az IFS találkozóra, felejthetetlen pillanat volt, hisz ez volt az egyik első élményünk az IFS-szel és a Megdez-szel Budapesten.